70-es évek elejé, 20-21 néhány éves koromban alkotom, kérdezem, vagy zárójelbe, vagy mit tudom én, idézőjelbe írva. Vannak ilyen landart munkák, ilyen tájátalakítások, amiket barátommal, Bernát Ipszínus Ángyalban együtt készítettük. Tisza ártéren, tudva azt, hogy majd meg fog épülni a Tisza erőmű, és fel fogja kúzasztani, és a mi szerelmünk akkor itt a Tisza út, oda jártunk a partra, és nagyon szeretjük azokat a ligeteket, borotvákat, a gyümölcsösöket, amit a Tisza ártéren mutat, ebben a természetes gazdálkodásban, és hát ott készültek ezek a munkák, a kultúrában, amit élnek. És ezek pedig a termelő szövetkezet udvarán végrehajtott, felfedeztem ott a nagyapám szekerét, mint Raúl a szökértemet írás, összeraktam, Pista bácsit a tehenést rá ültettem, és még egy alkalommal egy szalmakazal köré, hát olyan szalmakazal, mint az, amit lehet látni, ez a figyelő szalmakazal, így köré raktam a munkáimat, és megkértem Pista bát, hogy a teheneket hagyjam a körül, és nézesse meg a munkáimat velem, mert engem az a szemere emberek soha nem fognak megérteni, és ő szépen így végig hajtotta. Mit szóltak a tehenek? Hát a tehenek, megmondom, hogy mit szóltak, a Szilágyi Ákos, kaptam egy palladium díjat, és ő mondta a laudációt, és ő ismerte ezt a történetet, mert előtte beszélgetünk. És erre azt mondta, hogy mit szóltak a tehenek? Oda mentek, és azt mondták, hogy és itt van még ez a 74-ben végrehajtott magatartás buli, beszéltem erről a öltözetről, és a Sarvas Boldogasszony napján tettem meg mindig, mert nem tetszett nekem ez a sürgő, mi úgy hívtuk a körhintát, hogy sürgő, költik a pénzt, ilyesmi, és akkor én mindenképpen 22 éves voltam, ki akartam ebből vonulni, és külön ünnepeltem meg ezt a falusi búcsút, a TS udvaron, méregraktár előtt. És ennek az a története, hogy 78-ban stúdióban élve kaptam lehetőséget, ami már nincs ott, a Bajcsi Zsilinszky úton volt ez akkor, és már bank volt, de már azt hiszem az is bebukott, most nem tudom mi van, és arra szerettem volna egy kis katalógus nyomtatni, a köztibe dolgoztam előtte, a modellező műhelyben középületeknek csináltam a modelleket, kicsit kapcsolódik az építészethez, a régi emberek emlékeznek a köztire, nem tudom, van-e még az egyáltalán? Na, az egy van. Az egy van, minden jobb volt, egy nagy kirakat, és én ott voltam flexiből és egyéb anyagból készítettem a középület maketteket. Na és ott mondtam a nyomdába, hogy akkor lesz fontos. De hát ez nem ment ilyen egyszerűen, mindent le kellett cenzúráztatni, illetve megnézetni, és hát mi egy fiatalmas stúdiója, a művészeti adathoz tartozott. És ott a igazgató helyettes, az egy ilyen beépített ember volt, és neki kellett ezeket megmutatni, BK-nak hívtak, mindegy. Felvittem, és azt mondta, hogy hát mi az? Bele volt tervezve, be volt ragasztva a fotó, hogy majd ez kerül nyomtatásra. Hát mondom, hogy ezt csinál. De hát azt mondja, hát ez nem kép, ilyesmi. Hát mondom, nem, de hát ezt szeretem. Hát azt mondja, hogy mit jelent a tégla a fejem fölött. Gondoltam magamban, hogy nem rád utaltam, kert, és úgy magyarázom meg a halálfejet, mi az, hogy villa, meg méret, ilyesmi. És mondta, hogy hát nem kell, mert ugye ő teget, tehát így onnan fentről ez egy tegedés. Hát, hogy így nem mondom, hogy ezt meg fogom engedni. Hát mondom, nincs ebben semmi rendszer.
kritika, meg semmi ilyesmi, de mondjuk erre. Azt mondta, hát lehet, hogy nincs, de azt mondja, egy szocialista művész nem így néz ki. Mint lehet, azt mondja, a művészek nem így néznek ki. Mit, hogy képzeled, hogy majd ezt kiírjon? Na minden, nemet nem engedte. És hát erre kicsit volt itt ez az akkor műcsarnok körül, még mindig nem csendesedett teljesen. Egy botrány, hogy az igazgató lemondott, mert elvették tőle azt a jogot, hogy ő önállóan döntsön, januárra. Sőt, hát mit tudom, beolvasztam, nem akarok erről beszélni, mert teljesen belefáradtam, és ki is készültem bele. És mai napig még vannak álmatlan éjszakáim, hogy hogyan reagálok erre, hiszen ez nem volt egyszerűen megemésztem, még meg sem emésztettem. A lényeg az, hogy tavaly december közepén, 15-én egy performance-et csináltam itt a Okostáj című munka előtt, hogy levettem, ez ki volt vetítve oda, YouTube-on meg lehet nézni, ilyen címmel, hogy tiszteletadási műveimnek és kortársaimnak a szabad és tiszta művészetét. Ez nyilvánvalóan. Úgyhogy talán el sem mondanám, hogyha valaki nézze meg, nem is szívesen beszélek róla, mert rossz ízű az egész. Itt vannak olyan nagyobb munkák, amiket tavaly készítettem. Bocsánat. Szia, létek el. Jó. Tehát ezeket a nagy képeket, van egy hasonló, amit most készítettem. Nem olyan nagyobb, itt végül is el. Pörkülnek, de egy 30 nézetőfős is alig fértek be. Ennek az a címe, amit van, hogy az apja lánya, a másiknak pedig az én legszebb.